Ez a Pápavárosi Televízió hétfői híradója, köszöntöm Önöket. Játék, szórakozás, koncertek, ételek, italok, rengeteg fellépő és még több látogató. Röviden ez a 25. Pápai Játékfesztivál mérlege. A kikapcsolódni vágyókat 3 napon át várták népszerű együttesek, kiállítások, játszóházak, vagy az idén először megrendezett Pápai Cseh Sörfesztivál. A 25. Pápai Játékfesztivált több kísérő program is színesítette. A 8 sportágat felvonultató mini-olimpia, a bajvivótéri főzőverseny, az első pápai Volkswagen koncert találkozó, a láthatatlan színház a történelmi egyházak szervezésében, a motoros találkozó, a makett kiállítás, vagy az óvodapedagógusok szakmai napja. A főtér és a várkert hatalmas játéktérré változott a hétvégére. Játékos foglalkozások, bűn- és balesetmegelőzési programok, régi idők játszóháza, óriás játékok, betyárjátékok és gyermekdalok kötötték le a kisebbeket. Ezeket Kovácsovics Fruzsina és a Mesevonat zenekar tolmácsolta a közönségnek. Esténként népszerű zenekaroknak tapsolhatott a közönség a főtéren. Pénteken a Tankcsapda, szombaton a Heaven Street 7, a The Carbon Fools és a Kis Csillag zenélt. Az első pápai cseh sörfesztiválon 20 féle cseh sört és tradicionális ételeket kóstolhattak az Eszterházi kastély udvarára látogatók. A Fröccsplatzon pedig a borkultúrával kapcsolatos szórakoztató műsorok voltak előtérben. A főtéri forgatagban játéktér, óriás bábok és zenei programok szerepeltek. Fellépett többek között az Ataru Taiko japán ütő együttes is. A járművek között pedig veterán autókat, Volkswageneket és motorokat láthatott a hétvégén a közönség. A kézművesek utcáján idén is sok szép portékát pakoltak ki az árusok. Tőlük néhány méterre pedig a katolikus iskolában a történelmi egyházak várták elcsendesedésre a láthatatlan színház résztvevőit. A Petőfi gimnáziumban makett kiállítás, a színházépületben óvodás rajz kiállítás, a katolikus iskolában pedig bélyek kiállítás nyílt. A Csíkzenekar vasárnapi koncertje után tűzijátékkal és utcabállal zárult a 25. Pápai Játékfesztivál. Az eddigi legnagyobb számú résztvevővel 47 csapattal zajlott szombaton a Játékfesztivál egyik hagyományos programja, a jótékonysági főzőverseny. A várkerti bajvívó téren közel 1000 adag finomabbnál finomabb étel készült, az ételekért kapott adományokból pedig 308 000 forint gyűlt össze, melyet 2 kárpátaljai magyar közösség számára ajánlott fel a város. A főzőverseny győztese az Egyesített Szociális Intézmény csapata lett. Rendkívüli kánikulában készültek a pörköltek, gulyások, raguk és más ételek a Játékfesztivál jótékonysági főzőversenyén, melyen pápai intézmények, hivatalos és civil szervezetek, egyházi közösségek, pártok és járási települések indultak. A résztvevők között volt a Kovásznai Tűzoltóság is, mely ezúttal is a pápai lánglovagok meghívására érkezett. Testvérvárosi kapcsolat van Kovászna és pápa között, és a pápai tűzoltóság segített minket 2 tűzoltóautóval, és azáltal minden évben meghívnak egy ilyen kis testvérvárosi kapcsolat építésre. És azt el is fogadjuk, és mindig eljövünk, meg a Kovásznai napok, ami szeptemberben van, mi is visszahívjuk őket, amin ők is mindig részt vesznek. Az erdélyi vendégek sertéspörköltet készítettek kovásznai módra. Recept nincsen, titok sincsen, hanem magunkra így kóstolgatásból, és rengeteg fűszer az a lényeg, mindenből egy kicsi. Mert a sok kicsi az összegyűl, és akkor azt mondjuk, hogy a cseppekből lesz a tenger, és így adja meg a jó ízet. A Szent Benedek plébánia és Karitász csoportja másodszor vett részt a rendezvényen. Idén nagy adag csülkös babgulyást főztek, és cicegét sütöttek. A jótékonysági célt örömmel támogatták. Én úgy gondolom, hogy ez nagyon jó kezdeményezés a város részéről, és természetesen mi is örömmel csatlakozunk hozzá, hisz nagyon sok olyan magyar testvérünk él ott, akik bizony nálunknál is sokkal-sokkal rosszabb helyzetben vannak, és valóban segítségre szorulnak. A főzőversenyen természetesen a Városháza csapata is indult, igaz, mint mindig, versenyen kívül. A csülökkel, sertésfarokkal, vargányával megbolondított pörköltet készítő csapat kapitánya dr. Áldozó Tamás volt, aki elégedetten nyugtázta a rekordszámú nevezőt. A tisztelet mindenkinek, aki ilyen időjárási körülmények között itt főzött ma, hiszen hihetetlen hőség van. Én úgy látom, hogy a csapatok
nagy kedvel főztek. Azt is látom, hogy ez már egy valóságos közösség, hiszen visszatérően ismerik egymást, szívesen vesznek részt ezen a programon és az ehhez hasonló programokon. A déli harangszó ebédre hívta a városlakókat, akik gyorsan kiürítették a kondérokat, és 308 ezer forint adományt adtak össze. Az eredmény hirdetésen Unger Tamás alpolgármester mondott köszönetet a csapatoknak és az adományozóknak, majd a főzőverseny eredményét ismertette, és az ESZI csapatát hirdette ki győztesként. A harmadik éve vesz részt a családsegítő szolgálat csapata a főzőversenyeken. Elhozzuk harmadik éve a díjat. Van egy nagyon jó csapat mögöttem, nagyon jó kollektíva, akik, ha valami feladat van, mindig teljes erőbedobással állnak a feladat megoldása előtt. A beregrákosi és kajdanói magyar közösségeknek gyűjtött adományt a város delegációja személyesen juttatja majd el Kárpátaljára. A Bakonyalja Népművészeti Egyesület kézművesei és távolabbról érkezett mesterek is képviseltetik magukat minden évben a játékfesztiválon. A nagytemplom melletti plébánia soron idén is sok szép kézműves terméket láthattunk. Többek között bőrműves, szalmafonó, mézes kalácsos, textilműves és gyöngyfűző munkáit csodálhattuk meg a három nap során. Két sorban álltak a nagy templom mellett a kézműves sátrak. A kézművesek utcájában sok szemet gyönyörködtető, kézzel készített egyedi terméket megcsodálhattunk. Az egyik standon pápai textilműves mutatta meg, milyen szép és hasznos tárgyakat készíthetünk maradékanyagokból, kinőtt ruhákból. Minden termék saját egyedi tervezéssel készült, árulta el a textilműves. Textil technikus vagyok, úgyhogy onnan a textil szeretete. Gyerekkorom óta egyébként foglalkozom kézművességgel, ugye régen a babáknak készítettem dolgokat, táskát vartam. Hát azt egyszer csak 8. kaptam egy varrógépet, és utána volt az őrület már. A kézzel készített tárgyaknak, ruházatnak manapság újra nagy divatja van. Egyre többen ragadnak ollót, tűt, cérnát, és készítenek táskákat, párnákat, ruhákat, vagy szép kézi munkákat maguknak, mondta el Bódi Babos Anita. Szerintem megint ugyanúgy visszajönnek, mint ahogy régen nagyanyáinknál, azt hiszem, hogy annál volt ez nagy divat, ez a makramézás, akkor a táskakészítés. Hát végülis ugye a foltvarrásnak is egy tradíciója van. Én azt gondolom, hogy tehát mindig bele kell egy kicsit az ajándékba ugye csempészni magunkat, és nagyon örülök annak, hogy ismét visszatért ez, hogy kezdjünk el otthon fabrikálni. A pápai bőrműves is ott volt a kézművesek utcájában. Váciné Agrita már lassan 20 éve foglalkozik ezzel a mesterséggel. Nagyon szeretem mindig olyan tevékenységet végezni, ami például horgolás, kötés gyermekkoromban, hímzés, és innen indult a dolog, hogy valamilyen ilyen irányú szakmát kellene tanulnom, és Budapesten a népi kismesterségképzőben tanultam ezt. Igazából én végeztem szilgyártó és nyelgeszakon is, de azt a részét nem csinál, mert az tényleg egy férfias szakma, és ahhoz azért erő is szükséges, és én jobban szeretem ezt a bőrműves részét, ahol táskákat lehet készíteni, szeretek ékszert készíteni, én abban is ki tudom élni a kreativitásomat. Idén is találkozhattunk a kézművesek utcájában azokkal a gyöngyfűzőkkel, akik Erdélyből érkeztek. 10. alkalommal szervezték meg a Bakonyi Betyárok a szokásos jótékonysági motoros napjukat. A program a játékfesztivál egyik kísérő rendezvénye, immár egy évtizede. Idén a Gitárnyűvők Rockfesztivál és Rock Találkozó is az esemény része volt, szombaton pedig a jól bevált veterán motorkiállítás, a motoros ügyességi verseny és a Street Fighter Show szórakoztatták a közönséget. A Gitárnyűvők pénteken késő délután álltak színpadra a motoros találkozó hangulatindító rendezvényeként. Két pápai és egy csornai csapat, a Teatrika, az Emulzió és a Made in Farát szórakoztatta a közönséget. Szombaton aztán összegyűltek a környék motorosai. A pápai Bakonyi Betyárok mellett soproni, szombathelyi, győri, keszthelyi vagy fehérvári motorosok jöttek el a találkozóra, de ezúttal is nagyon sok civil, főleg családok vettek részt a rendezvényen. A mi rendezvényünket inkább családcentrikusra szerveztük meg, és mondhatnánk azt is, hogy családias a rendezvény. Persze a város lakókon kívül természetesen az országban található motoros egyesületek, motoros barátok is eljönnek ilyenkor, ellátogatnak hozzánk. Őnekik is nagyon tetszik ez a nem kifejezetten motoros találkozó jellegű rendezvény.
A programból idén sem hiányozhatott a látványos Street Fighter Show. A motoros találkozó csúcspontja azonban az a felvonulás volt, ahol közel 300 vaspalipa rótta a város útjait. A nap végén koncerteken ereszthették ki a fáradt gőzt a motorosok. Természetesen megmaradtunk a rock zene vonalán, kezd egy AC/DC tribute band, utána egy magyar rock válogatásokat játszó helyi csapat szintén. Utána következik a Mobil Mania, a volt P-Mobil tagjainak az utódzenekara, és a legvégén pedig a retro zenekar fog zenélni. A rendezvény bevételét a Tapolca Fői Óvodának ajánlották fel a szervezők. Az összegből mozgásfejlesztő eszközöket, beltéri és kültéri játékokat vásárolnak majd. A jótékonysági napon közel 197 ezer forint gyűlt össze, mondta még el Kövi Gábor, a rendezvény főszervezője. Közel két évtizede, június 16-án ünnepeljük Pápaváros napját, emlékezve és tisztelegve az 1848-as első helyhatósági választásokra. Az önkormányzat e napon konferenciát is szervez egy-egy jeles eseményhez vagy személyhez kötődően. Az idei esztendőben gróf Eszterházy Ferencre emlékeznek. A konferencia után dr. Áldozó Tamás mond köszöntőt, majd két előadás hangzik el gróf Eszterházy Ferenc életéről, munkásságáról. Mezzei Zsolt, a Dunántúli Református Egyházkerület tudományos gyűjteményei könyvtervezetője, és dr. Nagyel István, a gróf Eszterházy Károly Múzeum igazgatójának tolmácsolásában. A városnapi program a hagyományoknak megfelelően városépítő gróf Eszterházy Károly püspökért mondott misével és mécses gyújtással ér véget a nagy templomban és a főtéren. Kedves nézőink, a híreink után nézzük, hogy milyen időre számíthatunk holnap. Kedden fokozatosan gyengül a csapadékhajlam, elsősorban keleten, észak-keleten, északon és nyugaton alakulhat még ki kisebb eső, egy-egy zápor. A szeles időben 20-26 Celsius fok közötti maximumokat mérhetünk. Kedves nézőink, hírműsorunkat látták, tartsanak velünk továbbra is, viszontlátásra!